Köszöntöm Önöket a mai sajtótájékoztatón, amelynek a témája a önkormányzati költségvetés. És hát azért adtam a mai sajtótájékoztatónak ezt a témát, és azt a címet is, hogy már ismét átverte a Fidesz az önkormányzatokat, mert Önök gondolom biztosan tudják, most folynak a helyi testületeknél, a helyi településeknél, az önkormányzatoknál a 2013-as költségvetésnek az elkészítése. Én azért emlékeztetőül egy-két főszámot csak felsorolnék Önöknek, én szerintem Önök ezt tudják, de azért nem árt, hogyha ezeket ismételjük. Ugye a 2013-as költségvetés 636 milliárd forintot tartalmazott az önkormányzatok részére. Ebből a négy legfontosabbat szeretném kiemelni. Ebből a települési önkormányzatok működésére jut 113 milliárd, és mintegy 5 milliárd jut a megyei önkormányzatokra. A helyi köznevelési feladatokra az országgyűlés megszavazott mintegy 163 milliárd forintot. A települések a szociális és gyermekjóléti feladatokra mintegy 214 milliárd forintot, és van egy úgynevezett központosított előirányzat, amiben sok minden benne van, közműfejlesztéstől, víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, utak felújítása, határátkelők egyéb, tehát etc. Erre mintegy 57 milliárdot, és ezen kívül még persze vannak tartalékok. Én most a színházak kulturális támogatást nem mondanám, mert az nyilvánvalóan csak speciálisan egy-két települést érint. És mi történt a mostani tervezés során? Ja, emlékeznek Önök a parlamenti vitára, nagyon nagy vita volt azon, hogy a kormányzati kommunikáció az volt, hogy feladatokat elvettünk az önkormányzatoktól, kevesebb a feladatuk, és helyette a törvényben előírt kötelező feladatokra pedig bevezettük a feladat alapú finanszírozást, ami ugye mindenki számára azt jelentette, hogy hát van egy feladat, amit a törvény szerint az önkormányzatoknak el kell látni, és ezt a feladatot a költségvetés lefinanszírozza. Számtalan kérdésre, számtalan interpellációval kaptuk azt a választ, hogy igen, lefinanszírozza, teljes körűen lefinanszírozza. Na most nem tudom, hány településvezetővel beszéltek az elmúlt időszakban, de azt kell, hogy mondjam, hogy kibújt a szög a zsákból, ugyanis ezek a feladatfinanszírozási ígéretek nem teljesült. Ugyanis ugyanolyan normatív alapon történnek az egy-egy feladatra a forrás biztosítása, mint az elmúlt időszakban, csak hát a források, tehát ezeket a normatívákat összevonták, és a feladatokat összetolták, és így jön létre például az, hogy olyan anomáliák történnek, hogy még a dologi kiadások minimálisan kijönnének, például mondjuk egy köznevelési feladat tekintetében, ami mondjuk ugye mostanában a kis településeken csak az óvodai szolgáltatást tartalmazza, de például már a bérjellegű költségek egyáltalán nem jönnek ki, mert hát az apparátus mit csinál? Ő mindig egy átlagot számít, soha nem veszi figyelembe, hogy egy adott településen és egy adott önkormányzatnál ez a valóságban az életszerűen mit jelent. Például, hogyha egy adott településen mondjuk az óvodapedagógusok és a kisegítő személyzet hosszú munkaviszonnyal rendelkezik, akkor nyilvánvalóan azzal szembesül az önkormányzat, hogy a törvényben rögzített források nem elégségesek a bérköltségek kifizetésére, és a saját büdzséjéből kell forrásokat biztosítani a kötelező feladathoz. Mondhatnák Önök, hogy ez így volt idáig is, csak ugye a Fidesz kormány még egy dolgot tett, egy csomó forrást elvont az önkormányzatoktól. Nincs eszi a visszatérítés, szóval a 8%-os helyben maradó rész, se pedig azok a eszi a kiegészítések, amelyek az adóerőképesség számítása után maradtak ott. És szeretném Önöket emlékeztetni arra is, hogy például a gépjárműadónak a 60%-át is elvonta a központi kormányzat. Tehát belekényszeríti a településeket egy olyan struktúrába, amelyben, hogyha nincs meg a helyi önerő ahhoz, hogy a kötelező feladatokra kiegészítse a forrást, mert ugye a stabilitási törvény azt mondja, hogy nem lehet működési hiányt tervezni a költségvetésbe. Tehát innentől kezdve az önkormányzat előtt
olyan utak vannak, hogy vagy nem finanszírozza tovább azokat az önként vállalt feladataikat, amelyek mondjuk egy-egy településre fontosak. Itt tessék, nyilván itt nagyon széles a skála, akár a helyi közösségi napoktól, egy helyi falu napig, vagy egy nagyobb város kulturális és egyéb rendezvényeit nem tudja finanszírozni, vagy pedig civil és egyéb támogatásokat von vissza, vagy pedig olyan lépésekre kényszerül, amely most már egyre több településen van, hogy például a bér jellegű juttatásoknál mondjuk például a törzsgárdát felfüggeszti, mert azt mondja, hogy az államilag juttatott forrás az nem biztosítja ennek a kifizetését helyben, erre nincs erő. Tehát olyan szerzett jogokat fognak a helyi települések kényszerűségből megnyírbálni, amelyet a központi kormányzat rót rájuk. Vagy pedig egy másik nagyon eklatáns példa, itt a saját városomat, Orosházát kell, hogy fölhozzam példának, ahol olyan kommunális adót vetettek ki, amely hát csak nevében kommunális adó, ugyanis minden ingatlan után kell fizetni, tehát a Fidesz a saját kommunikációjával szemben emlékeznek önök arra a plakátra, hogy ingatlan adó nem. Mégis bizonyos településeken a lakosság gott ezzel az adónemmel sújtja, azért, mert elhibázott költségvetési politikája folytán nem maradnak helyi források a településeknek a kötelező feladatok ellátására. Többször mondtuk, és úgy tűnik, hogy az élet sajnos bebizonyította, hogy a Fidesz kormány a feladat átcsoportosítással és a forrás elvonással becsapta az önkormányzatokat, hiszen most már tényleg tételesen lehet látni, hogy mintegy 150 milliárd forinttal több forrást vont el az önkormányzatoktól, mint amennyit a feladat központosítás, a feladat átcsoportosítás indokolt volna. Ezzel viszont nagyon nehéz helyzetbe hozta a településeket. Teljesen természetesen települése válogatja, hogy hol, milyen módon tudják ezeket a gondokat majd megoldani, mert nyilvánvaló, ahol nagyon sok a helyi adóbevétel, ott esetleg ezt könnyebben át tudják hidalni, ott, ahol ezek a források szűkösebben állnak rendelkezésre, vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésre, ott bizony nagyon komoly és súlyos nehézségeket fog okozni a Fidesznek ez a politikája. Nagyon sajnálom, hogy nem vették figyelembe a költségvetés készítésekor ezeket a véleményeket, mind az önkormányzati bizottságban, mind a plenáris ülésen számtalanszor fölhívtuk a kormányzó pártok figyelmét, hogy ilyen anomáliák, ilyen problémák lesznek a 2013-as költségvetés során, és ez mindenkit sújt pártpolitikai állástól függetlenül, ha fideszes polgármester van, ha szocialista, ha független, mindenki most szembesül a kormányzat ilyen politikájával. Én azt gondolom, hogy nagyon sajnálatos, hogy azt lehet mondani, hogy a 2013-as költségvetésnek az önkormányzatok az eddigi legnagyobb vesztesei. Köszönöm szépen figyelmüket, és ha van kérdés.